Sziasztok! Mint bizonyára tudjátok, október 1-től az óvodákban és az iskolában a gyerekek csak úgy mehetnek be, ha előtte megmérik a hőmérsékletüket. Ezt a hőmérőzést egy érintés nélküli infravörös hőmérővel végzik a pedagógusok vagy a védőnő, akit éppen oda kirendelnek. Számomra elég nagy meglepetésként elharapoztak a közösségi médiában az olyan összeesküvés elméletek, hogy ez az infravörös hőmérő miféle agyi károsodásokat okoz a gyerekeknek. Na most, akik ezeket terjesztik, nyilvánvalóan nem tudják, hogy ez az eszköz hogyan működik és mi a működési mechanizmusa. Na most elsősorban őket szeretném megnyugtatni. Kezdjük a technológiai alapokkal. Minden objektum, az lehet tárgy vagy élőlény, amelynek a hőmérséklete az magasabb, mint az abszolút nulla fok, az infravörös sugarakat bocsájt ki magából. Mi ez az infravörös sugár? Az infravörös sugár az egy elektromágneses sugárzás. Tulajdonképpen ugyanolyan, mint a fénysugárzás, amit látunk a szemünkkel, de ez a látható tartományunk alatt helyezkedik el. Hát mi ezt szabad szemmel nem látjuk. Viszont vannak olyan eszközök, amelyek képesek látni ebben az infravörös tartományban, hiszen így működik az infrakamera is, amelyet az iparban használnak nagyon sok helyen. Használják például a villamosiparban, ezzel nézik, hogy a különböző elektromos alkatrészek melegednek-e. Használják az autógyártásban, például az Audi gyárban is hőkamerát. Ezzel nézik meg, hogy a motor, amikor üzemel a motortérben, azon kívül milyen más alkatrészek hogyan melegednek át. Nos, az infravörös hőmérő, amivel a gyerkőcöknek a homlokát mérik, egy ugyanilyen eszköz, annyi különbséggel, hogy amíg a hőkamerában nagyon sok, több milliónyi hőérzékelő kis pixel van, ebbe a hőmérőbe, mint amit itt tartok a kezembe, ebbe csak egyetlen egy ilyen kis érzékelő pixel van gyakorlatilag, egy hőérzékelő csíp. Hogyan működik ez a dolog? Ha megnézzük a hőmérőt, amit a kezemben tartok, ez egy inkább egy ilyen ipari tudsz, ez nem egészségügyi, azt is megmondom mindjárt, hogy miért ipari és miben különbözik az iskolában használatostól. Tehát ez, amit a kezemben tartok, ez két részből áll. Van ez a nagy lyuk itt középen, vagy alul. Itt szépen közelebbről mutatom. Tulajdonképpen itt van benne a hőmérő. Itt van egy infravörös lencserendszer, és a lencserendszernek a végén pedig van egy infravörös csip. Tulajdonképpen ez ugyanolyan csip, mint ami az infravörös kamerában van, azzal a különbséggel, hogy ebből csak egy pixelnyi az érzékelés, és ebből következik az is, hogy ez a kis lencserendszer, ez egy nagyon-nagyon szűk területet tud csak látni. Szinte pontszerű a mérése. Na emiatt van a tetején ez a lézer. Ez a lézer, ez csak annyit csinál, hogy kijelöli a mérési területet. Tehát mivel egy nagyon kis területet tud csak mérni maga az a kis infravörös, tehát tényleg csak egy pontot, az infravörös érzékelő, a lézer azért van, hogy be tudjuk célozni azt a területet, amit meg akarunk mérni. Na, kicsit közelebb megyünk, akkor látjuk is. Kezembe fogom a mérőműszert, majd letakarom a lézert. És azt látható, hogy a mérési eredmény tulajdonképpen lényegében nem változik. Attól változik, hogy mozgatom a kezemet, de a mérés nem befolyásolja az, hogy a lézer az megvilágítja a területet, vagy sem. Ez az ipari eszköz annyiból érdekes, ugye, hogy ez nagy méret, nagy távolságokra képes mérni, és mivel pontszerű a mérése, muszáj, hogy lássam, hogy pontosan milyen tárgyat is mérek, vagy milyen területet mérek a lézerrel. Az iskolában használatos mérőeszköz annyiban különbözik ettől, amit a kezemben tartok, hogy azon pont, hogy nincs ez a lézeres dolog. Azért nincsen, mert hogyha véletlenül valakit szembe lézereznek ezzel, hát az súlyos szemkárosodásokat okozhat az illetőnek. Ezért az iskolai eszközben vagy eleve nincsen semmiféle fényforrás, csak maga ez az infraérzékelő, ami, mint az előbb meséltem, ez nem csinál semmit, ez csak érzékel, olyan, mint hogyha lefényképeznénk az illetőt, az sem okoz semmiféle kárt.
Vagy ha van benne valamilyen fényforrás, akkor az nem lézer szokott lenni, hanem egy kutyaközönséges LED lámpa. Hát tulajdonképpen annyi kockázata van, mint hogyha egy lámpával valakit homlokon világítanak. És ez a LED lámpa, az többé-kevésbé egy helyre koncentrál, és semmi más célja nincsen annak a LED lámpának, mint hogy sikerüljön az illető homlokát becélozni, azt a homlokán azt a területet becélozni, amit meg akarunk mérni. Ezért is van, hogy például ezek a hőmérők, amit mondjuk a gyereknél használnak, az nem 5 méterről mérik meg a gyereknek a testhőmérsékletét mindennél a lézeres célzósnál, hanem mondjuk ilyen 2 centiről. És ott már nem is, nincs is jelentősége magának a célzó készüléknek. Úgyhogy ha aki amiatt aggódott, hogy ez az eszköz valamiféle káros sugárzást bocsát ki magából, és majd a fene tudja, mit csinál a gyerekének az agyával, az ne aggódjon. Ez semmit nem ad ki magából, semmiféle sugárzást nem bocsát ki. Tehát ez körülbelül olyan veszélyes a gyerekre nézve, mint hogyha mondjuk selfie-t csinálnának vele mobiltelefonnal. Úgyhogy ne aggódjatok. Ez a dolog, ez nem így működik. Köszönöm, hogy megnéztétek. Viszlát!